báránykodjunk újra, nyomjuk tovább a szektás kalandokat. Ahogy látjátok, már csak 2 boss hiányzik, és tudom, legutóbb elfelejtettem nektek nyereményjátékot tartani, amikor horgáztam, de talán ez majd ma másképp lesz. Archibald, közben nagyon szépen köszönöm a fél éves támogatásodat, üdv újra itt köztünk. A legutóbbi alkalommal legyőztük a harmadik bosst is, a Kalmárt, hogyha jól emlékszem, ő volt a harmadik bishop. Nagyon közel állunk egyébként a negyedik bishophoz is, még le kell győzni egy követőjét, és utána pedig már ő következik a dungeonben. Feloldottuk egyébként a negyedik területnek a bónusz zónáját is, a Midasnak a barlangját. És Midas barlangjában... hát követőket lehet átváltoztatni aranyjá. Például én gyegyust átváltoztattam. Úgyhogy ilyenek vannak. Többek között. Na, milyen pólókat rendeltél, Gossz? Miket kapsz sütörtökön? Köszi szépen a fergetéseket, srácok. Mint látjátok, ma is lesz lehetőség arra, hogy bejussatok a szektába. Most már ez az oszlop nekünk pénzt generál, tehát nem hitet. Mármint, hogy devotion-t. Gyegyús, szerinted nem örül annak, hogy aranyjá változott, Gerépa? Eddig azt hittem, örülni fog neki. Csinálunk Lumberyard 2-t. Csinálunk ilyet. Ja, hogy a 25 000 forint 4 polóért. Ja, értem. Radics Peti, nem szájos, frik sos megállj tőlem. Ó! Nice! Köszi szépen a támogatásodat. Jó lenne még idén új dizájnokat tenni a shopban egyébként. Nincs integráció többi funkcióját se használom? Lehet kéne amúgy, Connor. Még nem vettem rá magam. Jó, ők itt építeni fognak, én itt kiszedem a kakát. Kell csinálnom nekik áldásokat. Mármint inspirálásokat. Na. Nézzétek meg Jenny-szel milyen kapcsolatunk van. 26-os szintű. Elképesztő. Most elhozzuk gyóntatni is. Sakkalampaya kalapaya. Jó. Na, Janice 27-es szintű, ez elképesztő. Szia, George! Na, és akkor... táncikálunk Shakivel is. Ölelés sok. Vini, nem tudom, láttad-e, de újra visszatértél a szektába. Lassan az asszony átveszi a szektát. Hát látod, lassan 30-as szintű. És még mindig él. Á, a bugos Game of the Year. Na, miért bugos, Lord Fairy?
megtáncoltatok Cirkely megyet is. Vadafakkal is. Adrit is el kell kapni. Adri éppen vadafakkal beszélgetett, és én meg megzavartam őket. Ők bagyok, vadafak meg Adri, ő bagoly gerépa. Ha minden igaz. Basszus. Renit is feltámasztottuk. Mi esetem borzom? Óránként kb. Restart kell, mert valami bebagol. Komolyan. Ó, sajnálom. Én azt hittem, hogy arra a bugra gondolsz, hogy... ezzel a köpennyel, amivel én vagyok, hogyha nagyon sokáig nem szereztél sebzést, akkor... több ezer százalékra is felment a damage bónuszod. Ez vadafak. Siraka. Szia, Gabcsi, mi újság? Nálad jól menni, Cike? Hát, Lordfair itt... izé... Lordfair olyan praktikákat ismer, hogy... most azt hiszitek biztos, hogy szektás pólóval vagyok, de nem, ez nem szektás. 12. égben zártok? Na, hogy Gabcsi? Ez nem szektás póló, hanem jeges medvés. Ja, ebből még mindig nem akarok semmit. Feltámasztás CD-n van. Be lehetne gombázni a népet, de... ezt így nem. Viszont... valakit elveszünk. Kit lehet elvenni? Janice-t még egyszer el lehetne venni. De nem engedi. Én elveszem Billit. Hashtag no homo. Ajaj, hárman is féltékenyek lettek. Hol van amúgy? Duma Manó. Darth Vidor. Igen, Cirkeny meggyel már bratyisztunk. Zürajossal, vele ismer. Bocsánat, megint a buta kérdésért. Semmi, hát kérdezz nyugodtan, szabad. Van-e lehetőség itt játékkérésére, például Patreon támogatás alapján, vagy stb. Hát, az a helyzet, én nem tudom, mi szokott a menete lenni itt a játék ajánlásoknak. Szoktatok róla beszélni a cseten, azt általában elfelejtem, mert nem nézem meg. Mármint úgy, hogy így beszélünk róla, de nap végére már elfelejtem. Kivéve most még az eszemben van, hogy Casperius ajánlott valami Vampire Survivor-szerű játékot. Az még így megvan. Nem tudom. Még ezt így nem találtam ki annyira. De ha van valami javaslatod, nyugodtan megosztatod velünk itt a cseten. Reni azt szeretné, hogyha inspirálnám. Inspirálnám a csapatot. Hoppá, Billivel kicsit javult a kapcsolatunk. Miért mit drónnal mespanoltam? Hát jó.
Hoppasszal spanoltunk? Nem. Ja, értem, Gabcsi. Ubi szezon van nálatok, és... Amúgy is kell a Szabi. Hát az értető, Gabcsi. Across the obelisk. Aha, oké. Amúgy lehet, hogy... Erre ki kéne találni valamit, hogy mit tudom én. Hát csak az helyzet, hogy... Ja. Majd kitalálunk erre valamit. Nyomunk egy ilyen rituálét, amit Reni kért, hogy inspiráljam az embereket. Ez nem hangzik jól. Egy újra telepítése segítene nálad, Lord Fairy? Micsoda? Gyorsabb Diva Ocean generáló speedet szeretne. Tőlem? Három napig gyorsabban generálják a Diva Ocean-t. Tőlem, ha erre van szükség, miért is nem? Miért is nem? Találunk még ilyen... Majd, hogy csinálunk még ilyen rituálét, hogy zabáljanak a népek. És akkor most már mehetünk. Ezt én csináltam. Na, azt mondja, hogy... Na, erről beszélünk. A kajálós rituália az adja. Pillanat, srácok. Ne haragudjatok. Most nem nevezünk el követőket, először bemenjünk a dungeonbe, és majd utána, jó? És akkor egy nevezés, több esély, jó? Na. Három követőnk lehet. Na, Reni jobb HP droppokat ad nekünk. Willy a lövés cooldownját redukálja. A kopasz is jobb HP-kat droppol. A robbanások sebzése nagyobb lesz. Hát csekit elhozzunk. Az a plusz 11 spirit heart, az jónak tűnik. Na. HP drop. HP dropot ad nekünk Reni. És harmadiknak... Cirkány megynek ez az orkusz, ha ezt tetszik amúgy. Ja. Ez tetszik. Ezt ki kell próbálni. Köszi a linket, Scott. Na, hadd szóljon a dungeon. Az segít valamit, ha magasabb szintű követőt viszel magaddal? Hát én úgy láttam, mint hogy a több statot adna. De
Végül is nem. Tehát, hogy Seki is azt írta, hogy plusz 11 volt a HP-en, de amúgy csak felet adott, látjátok. Spinobe semmi gond. És én köszi az ajánlást, illetve a támogatásodat. Bane Sword. Ez nekem túl gyors fegyver. Oda nézzetek. Ez egy teknős Shroomy. Mit keresünk? Így van, a korona hordozók ugyanolyanok, ők semmik a követőik nélkül. Ratao nem volt ilyen. Szerinted kutya? Nem, szerintem teki ez a Shroomy. Na, és őt is majd meg kell verni abba a különös játékban. Rere kollektíva. Sziasztok, sziasztok, srácok. Üdv újra itt mindenkinek. Hello, hello. Na. Asta! Hát, srácok, itt kettő sebzést is benyeltem. Sőt, ahogy lát, igen, kettő volt. Abban oda kell figyelnem a HP-ra. Oké. Elvitte a poison. 60%-os a bónusz sebzés. Jó. Mennyibe kerül a játék? Szerintem olyan 20 pár euró. Na, ez a Hands of Rage, ez amúgy elég zsír. 20% eséllyel megölünk egy enemit, akkor kapunk Spirit Heartot. Ez is amúgy nagyon jó. A projectile lövés is nagyon jó, de a HP szerzés az még jobb. 20% cooldown. Nem mondom, hogy ez a legjobb, de hát... Na. Ez jó menet volt, most ezt tetszett. Nagyon jó. Mindjárt olvasom amúgy kollektívám, amit írtál. Túl sokat játszottam az elmúlt 5 napban. Destiny DLC, BF 2042. Battle Pass is jött hozzám. Forti, Sárkány Mount. Az nekem is meglett. Shenron. Nekem is meglett.
Azt jól gondolom, hogy Xboxon nem lehet magyarítást letölteni csak PC-re? Igen, igen. Az Xbox magyarítás, meg konzol magyarítás az elég ilyen shady dolog. Úgyhogy ott érdemes várni, hogy megjelenjenek a magyarítások a játékokban. Asszonynak is kellett a sárkány maont? Jó. Gondolkoztam el már azon, hogy mi fog rám várni, hogyha megcsinálom a feladatomat? Hogy mi lesz belőlem? Egy áldozati bárány. Le leszünk vágva. És arról beszél még mindig, hogy az ötödik bishop, az az ő tesójuk, a The One Who Waits. Akit úgy ismertek korábban, hogy Narinder. Itt van zűrhajós, és megint meg kell ölnöm egy követőmet, mert ez olyan nagy gonoszság. Az hagyján, hogy zűrhajós meg kell ölni, de... Ez kicsoda, ki a másik? Még Mr. White-ot is meg kellett ölni, hát ez hihetetlen, srácok. Két követőmet is megöltem. Az én kis kultistáimat. Jaj, most jön a Season 2 a BF 2042-ben, és jó amúgy, most már így okés? Most így jó a játék? Na. Tehát, hogy van itt ilyen vásárlás, aha, aha. Ott egy követőt szerezhetünk. Aha, hát én nem tudom, én nem tudom, amúgy merre akarok menni. Kaka, tehát ott van kaka. Menjünk balra, mit szóltok? Amúgy a fene se tudja. Jobbra menjünk. Hát látod, Mr. White? Ellenem hangoltak. Nem tehetsz róla, nem tehetsz róla. Ez nem a te hibád, hogy velem kellett megküzdened. Szia, víziló, szevasztok, skacok. Oké. Okay. Gyere, olvasom, sárcok a csetet. Aha. 190%-nál jár a sebzésünk. 200? Nem tetszik, ami ott középen van. Jó, maradt a 200%. És kaptunk szürke HP-t. Na. Most már teljesen játható az Exposure ma. Nagyon jól lehet átszabnak release mapokat. Mostanában a is ígéretesnek tűnik. Na hát akkor lehet majd rá kell nézni a BF-rám. Azt hittem észre, hogy egyes játékoknál Xboxos, a véleményeknél páran írják, hogy milyen jó, hogy van magyar felület a játéknál, de a játék alapján a nyelveknél nincs ott a magyar. Komolyan. Hát nekem ezzel sajnos nincs tapasztalatom, mert ugye
Nem, nincs Xboxom. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni. De amúgy akkor talán a játékot lehet modolni. Talán ezt tudom amúgy még elképzelni. Oké, ez jó szoba volt. Nagyon jó. Ez is nagyon jó. Hát ez egy jó kérdés, Mesebát, attól függ, hogy mennyire játszol haverokkal, milyen játékokkal szeretsz játszani. Ha például lenne egy nagy tévém, egy jó tévém, és sokkal ügyesebb lennék célzásban a kontrollerrel, bár valószínűleg az így Fortnite-ban meg a kódokban annyira nem számít, akkor például én szívesen vennék egy Xboxot, és akkor így vennék rá Game Pass-t is, és akkor tudnék Xboxon is játszani egy csomó játéka, meg PC-n is. Tehát az szerintem egy hatalmas előnye. Egy jó tévé, egy Xbox, sok játék. Merci lesz, Dagger. Ajaj. Ja, hogy ilyen pocsolyát teszünk magunk alá. Nem tudom, nézzük meg ezt. Ja, ez jobban tetszik. Ez a fagyasztó támadás. Na, lesz egy új követő. Samura. Nem lesz itt semmiféle áldozás. Itt is elviszi a poison. Oké, meghalt mindenki. Ha hosszan nyomod az Y-t a kontrollán, akkor lehet célozni a gránáttal, amit tócsát csinál alattad. Ja, csak... az nekem azért nem tetszik, mert míg... egérbillentyűzettel precízebben tudsz célozni az ilyen célzós dolgokkal, legalábbis én precízebben tudok, addig kontrolleren, amíg célzok, addig olyan sérülékeny vagyok, úgyhogy azért nem merek ilyeneket megkockáztatni, de amúgy, ja, a túcsa elég király, sebzés nyom az ellenségre, úgyhogy ebben igazad van. Toshirokai. Nekem mindkettő van plusz PC, általában a boxot használom, mert többnyire Game Pass, de persze ha van exkluzív, akkor PS5, vagy ha megvalós játékról van szó, már csak a haptic feedback miatt is, aha.
Slow time van olyankor, amikor célzunk? Akkor lehet adunk majd neki egy esélyt. Hát ja, PS5 trófea rendszere az elég király. Lehet platinázni, főleg hogyha te pont szeretsz platinázni, Lord Fairy, úgyhogy neked a PS5-nek az a rendszere az így elég jó, kézen fekvő. Még több fervor dobnak, immunisak leszünk a poisonre. Még több fervor. Nem tudom. Legyek immunis a poisonre. És tényleg immuni is voltam Poison-re. Mennyire nehezek az ilyen harcok ebben a játékban? Szerencsére lehet nehézséget állítani. Szóval attól függ, hogy milyen nehéznek akarod magadnak a játékot. Amúgy ezek a Dungeon Crawler szobatisztogatós játékok, ezek elég kemények. Alapvetően. Jaj! Na mi van? Túl gyorsan öltük meg őket, ahogy látom. Easy! Felték a damage buffot? Aha. Mondták a srácok tegnap, hogy fel lehetett menni 2000%-ig, meg nem tudom mennyi százalékig. Most már nincs ilyen. Most a 200% a max. Én most visszamegyek innen. Szóval szerintem amúgy nehéz. Nehéz a játék, mondjuk normálon is, hogyha nem vagy annyira tapasztalt ebben a zsánerben, akkor nehéz. De szerintem easy-n, hogyha nyomod, nem lesz le gond. Bár normálon rejt kihívást. Meg nem lesz gond, hogyha meghalsz, mert a cuccok nagy részét megtartatod. Az easy olyan easy? Akkor mehet a normál. Meg simán csinálhatod azt is, amit én, hogy feltápolod magad a management részébe a játéknak, és akkor már olyan fegyverekkel nyomod, hogy az ellenség nem tud mit csinálni. Ezt jó lenne elhozni, de nem. Át lehet menet közben tenni a játék nehézség... Ja, tessék, igen. Így van. Na hát ez mondjuk segít azért.
Hoppasz, öreg lett. Honnan ismerem Nessa-t? Hát... emlékszem, mikor még... játszott bizonyos... nevén nem nevezünk WoW szerveren, és mások leveleit olvasta, meg goldot küldözgettek neki. YouTube-ról egyébként. Szerintem, mint sokan mások. Ja, az easy azoknak van, akiket csak a management része érdekel a játéknak. Jajja. Féltem, hogy elbukom a 200%-ot. De megmaradt a 200%-os damage buff. Valószínűleg a 200%-os damage buffot azt így el fogjuk bukni a bosszom. Haurash! A skorpion. Persze. Rögtön leköpött. Aha. Nem érdekelte a fagyasztás. Nem érdekli a fagyasztás, srácok. A csaló mindenit. Neked ez a főállásod? Ez valami interjú? Honnan ismered Nessa-t ez a főálláson? Nem tudom. De az én voltam a motoros őrült a VR-os PUBG kupán. De, az én voltam. Az én voltam. És? Még így is második lettem. És csak mondom, hogy idén cseréltem le azt az alaplapot, amit akkor nyertem. Úgyhogy jó sokáig szolgált. Hol képzelem magam 5 év múlva? Hát a székembe. Remélhetőleg még ugyanebben a székembe. Ségózol is. Tetszik, ahogy a kérdést feltette. Nagyon nagy a baj, srácok. Nagyon nagy a baj. Tartani kell egy misét.
Kicsit, igen, kicsit idegesek a srácok, de osztunk nekik alamizsnát. Most pedig kérlek, neveznek három negatív és három pozitív tulajdonságodat. A negatív az, hogy nagyon szeretem a munkámat. Nagyon-nagyon szeretem, és a pozitív tulajdonságom egyben a negatív is. Igen, mit kéne csinálni? Be kell gombázni a fiúkat! És most nyomunk egy feltámasztást. Na, ezt a gombázást, ezt kitalálhattam volna hamarabb is. Tudjátok, kit fogunk feltámasztani? Mr. White-ot, mert nagyon szomorúnak láttam itt a cseten, hogy ő volt az, aki meghalt, pedig most került be. Látjátok, 5 napja volt a szektába. Tehát tényleg most került be. Na. 8 beteg emberünk van. Fáradtak, éhesek, úristen. Akárhogy is nézem, ez nem néz ki jól. Bunda! Szörme bunda! Hogy halad a kultikus bárányozás? Nagyon jól. Igen, ők eleve betegen jönnek. Amúgy tényleg. Bocsánat, de be kell húznom itt a sarcot. Üdvöd mindenkinek, srácok. Húha. A kakáda is üres volt. Jó. Amúgy kell még csinálnunk kaját. Ilyet. És ez olyan kaja, hogy kigyógyítja a betegségből az embereimet. Bízom benne, hogy... sikerül. Reni fáradt. Mit csinál egy fáradt asszony vajon? Inkább lefektetjük, mit szóltok. Hát, hogy nem akarom, hogy itt gondok legyenek. Mindjárt amúgy be tudtok kerülni a szektába. Mi, hát pont most tudtok majd jelentkezni, gyap-gyap, mindjárt. Mindjárt, mindjárt. Adrival is panolunk. Na, srácok, aki szeretne bekerülni a szektába, annak nem kell más csinálnia, mint hogy ír egy olyan parancsot a botomra, ami azt tartalmazza, hogy felkiáltó eljegy. Semmi más, felkiáltó eljegy. Ez egy privát üzenet, csúttogó üzenet. Ennyit kell írni a botomra. 100 trófeába kerül egy jegy, és csak egyet lehet venni. Ha nem tudjátok, hogy hogyan kell csinálni, de szeretnétek bejutni, kérdezzetek nyugodtan és segítünk. Az a helyzet, hogy Janice-t
ki kéne gyógyítani. Na várjatok, így ki tudjuk gyógyítani Janice-t? Ki? Ez itt Willy, ugye? Nem, ez Shiraka. Shiraka, hát veled mi történt? Shiraka. Ah! Többieket nem látom. Aha, de látom, Seki is nagyon beteg. Jó. Vagy látom, még 5 betegünk van. Hát nézzük. Nézzük, srácok. Nagyon kevesen neveztetek, de legalább azon keveseknek több esélyük lesz bejutni. Az első nyertes La Péter 0008-as számú, aki nagyon pozitív trétekkel rendelkezik, mert örül, hogyha fölfogadunk egy újabb követőt, vagy mármint, hogy befogadunk egy újabb követőt, aztán 10 fétet kapunk, hogyha lebetegszik, valamint 15%-kal könnyebb szintezni őt. Tehát nagyon-nagyon pozitív. És mutatom, hogy mi közül tudnak válaszolni azok, akik most bekerülnek a szektába, köztük La Péter is. Egy ganajtúró bogár, azt hiszem úgy hívják, egy maci, egy kék pók, egy lila pók, egy narancs pók, egy denevér, egy hát nem tudom micsoda, furulyás akármi, egy hód, egy ilyen kék izé, pók, zöld pók, narancs pók, víziló, elefánt, krokodil, vagy hát aligátor, sivatagi róka, kepibara, hát ez nem tudom már mit mondtatok erre a piros akármire, de ez talán varangyot mondtatok. Van itt ilyen zöld bokor, bagoly, béka, bőlény, zsiráf, lilapók, barnapók, pirospók, zöldpók, boci, csacsi, szarvas, süni, nyuszi, Cthulhu, méhecske, hangyász, teknős, majom, narvál, vörös panda, halacska, axolot, unikornis, patkány, armadilló, őzike, malac, kutyus, cicus, róka. Hogyha csak 50 perc volt a tegnapi pókember, mert sok idő volt a tegnapi időbeszámoló, mint az élménybeszámoló, egy órás élménybeszámoló volt. Szokásos időmennyiséget Cult of Dylan besztünk, illetve belenéztünk még az Elden Ringbe is, és szegény pókemberre csak 50 perc jutott. Elefánt szeretnél lenni? Oké. Milyen színű? Mondj egy oszlopot, meg mondj egy sort, és akkor kiválasztom neked azt. Közben nézzük, hogy ki a másik nyertes. Dos Bolas de Helado, alias Moga. Moga, te mi szeretnél lenni? GG? Ami most van, az tökéletes. Jól van, a Péter. Akkor te egy ilyen kis hagyományos elefánt vagy. A legcitromosabb krokodil. Oké. Okay.
gyorsan el is küldelek téged farmot bizgetni. Shalambaka, ő pedig, na nézzük, hogy fér ki. Dos bolas de helado. Jó, hát akkor te leszel moga, mit szólsz? Citromos krokodil. Na, ez szerintem elég citromos. És... hát, ne haragudj, de inkább ilyen leszel. Na, moga, őt is könnyű szintezni, viszont nem örül, amikor feláldozunk egy másik követőt. Olyat nem szoktunk csinálni, úgyhogy moga itt jó helyen lesz. Ha jól tudom, még van lehetőség bejutni a szektába. Magát elküldjük... bányászni. Na, a következő nyertes pedig George Pelle még hozzá. George, te mi szeretnél lenni? Cthulhu? És milyen színű Cthulhu szeretnél lenni? Mondj oszlopot, vagy sort, vagy akár szint is, vagy azt, hogy rám bízod. Ez pont jó? Jól van. Na, hát George lassan dolgozik, illetve lassan generálja nekünk a pénzt is, illetve hogyha egy újabb követőt fogadunk fel, akkor hitet fogunk bukni. Van egyébként ilyen Cthulhu is, meg ilyen is. Üdvöd mindenkinek, skacok! És szerintem ő az utolsó követő. Igen, igen, igen. Lehet bejutni a szektába? Hát, ilyen fura rendszer van, hogy trófeát kell gyűjteni. A trófeagyűjtés pedig úgy működik, hogyha itt vagy a streameken, akkor kapod. Lusta és hitetlen. Azt mondod, hogy ez neked gyanús? Áldozzuk föl? Áldozzuk föl George-ot, Leather Taylor. Na, tehát már is gyógyítani kell. Sirakával spanolunk. Ma még úgyis lesz lehetőség bekerülni a szektába, srácok. Darth Vadorral is spannolunk. Gyorsan tartunk egy misét. Nagyon jó. Tartunk egy rituálét is. Majd tartunk egy rituálét is. Azt nem látom, hogy hol vannak a betegeink. Janice-t bevisszük a gyontató fülkébe. Ott van. Janice a legalsó. Azt nézzétek. Ha a fülke beszélni tud... nem akarjátok tudni. Na, tehát... Janice 29-es szintű. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig lehet őt felhúzni. Ez nagyon kemény. Á,
Gyegyusnak, ha viszket valami, akkor kivakarja meg. Hát... ez egy jó kérdés. A horgász. Nagyon jó. Hogy adakoznak amúgy, ezt tetszik. Amúgy szemez, most volt feltámasztás, Mr. White-ot most támasztottuk fel. Oké. Na, moga. Kopasz. Erre azul. Azt látom, hogy Seki fáradt, tehát őt megtáncoltatjuk, megölelgetjük és elrakjuk aludni. Na, tehát így. És akkor menjél aludni, Seki. Ó, Duma Manó itt van. Már kerestem. Érdekes, amúgy otthon marad a sok feleség, kicsit többet ellenőrizetlenül és betegség üti fel a fejét. Lehet, hogy valami, meg akarták mérgezni a szektát. És erre gyanakszol, Leather Taylor? Ne! Oda... Na, Istenem, kettőt is odaégettünk. Nem ezt akartam, na mindegy. What the fuck, hát mi a bajod? Kettő kaját is amúgy elszúrtam. Na, what the fuck, meggyógyult a betegségből. De elvileg még van 4 betegünk. Jó, képen fekszenek, jól van. Na, Duma Manu, mit akar szerintetek? Azt mondja, hogy Duma Manuék észrevették, hogy Darth Vidor lopott a szektától. És ezért be kéne börtönözni. Jó. Kollektíva, köszi szépen az 5 hónapot! Eregjenek, srácok, a szvegek! Ugye csak, Szirkány, menj, menjél haza pihenni. Siraka veled spanoltunk? Amúgy működik ez a börtön... Szegény Lapéter. Menjél csak te is aludni. Na tehát... Darth Vidor. Azt mondta, hogy Juici! Juici! Elengedjük. Köszi szépen, srácok, a pergetést. Köszi.
Hol lehet szerintetek Dumamanó? Ott van. Nagyon hálás nekünk. Reméljük, hogy nem hal meg senki a betegségben, amíg távol leszünk. Mindjárt megyünk dungeonozni egyébként. Na, elkérjük. Hú, de generálják nekünk a pénzt, azt nézzétek. Nagyon kemény, ahogy nyomják. Tehát kell nekünk... Reni. Mondjuk nem kell Reni. Moga is amúgy nagyon jó, tetszik. Kell Dumamanó. Kell nekünk... Több HP-val kezdhetnék, több fervort szerzünk. Igen, kell nekünk akkor Mr. White. Illetve kell nekünk... Moga! Én Mogát már nem lehet elkérni. Akkor vadafak. Ez egy új parti lesz. Na hadd szóljon, srácok. Ez most bosszos kör lesz. Na, vettünk egy követőt. Jó. Az ötből lesz semmi. Samura. Vár a temploma. És ott van ő a végén. Tehát most Bishop ellen fogunk harcolni, srácok. Méghozzá egy gagyi fegyverrel. Szeret ma be is fejez? Lehet amúgy. Ó, ez elég fura. Ja, hogy ez ez? Ezeket nem szeretem. Hát vettünk követőt, látod. Moga. Jók amúgy a karmok, de nem az én játékstílusom. Egyáltalán nem az én játékstílusom az, hogy ilyen kombozva ütögessek. Na, a szemetek. Még van egy?
Itt most... Se a fegyverem nem tetszik. Se a körzöm. De sajnos egyszer már meghaltam amúgy esebet. Pont a legutóbbi streamben. Akkor próbáltam ki először ugye ezt a sárga köpenyt, a sárga köpeny pedig ugye azt csinálja, hogy dupla annyi sebzést kapunk be. Muszáj lenne lecserélni tényleg ezt a fegyót. Jó, visszamegyünk, mert valószínűleg tarot kártya van itt az elején. Aha. És mi hamarabb kell offeringet csinálni itt a kártyánál, mert ugye ez időre töltődik vissza. Hílelődünk öléskor. Legyen több HP-nk. Legyen több piros HP konténerünk. Na, biztos megint meg kell ölni a követőinket. Valamiből idézett nekünk. Na. Nagyon szépen halnak, srácok. Ez a nemik. Ja, 170%-os damnál járunk most. Már 200, már megvan a 200 is. Oké, pálya vége. Na, hát izé. Nézzük meg ezt az utat. Választunk egy blueprintet, hogy meglegyen minden blueprintünk. Hát látjátok, még sokat kell gyűjteni. Na itt a cicánál lehetne hílelődni egyébként. Lopunk Devotion-t. Na, itt double damage-et kapunk be, de az ellenség élete fele akkora. Tehát fele annyi HP-ja van az eleminek. Ez jó kombó, mert 200%-ot sebzünk rájuk.
Ja, ez nagyon jó. Nagyon jó, nem kaptunk besebzést. Bossra kíváncsi leszel? Én is. Ő a negyedik bishop, szóval valószínűleg kemény lesz. Basszus, eltalált. Oda a szorzó. Oda a szorzó, sajnos. Ezt vissza kell hozni. Legyen ez. Mondtátok, hogy úgy is lehet vele célozni. Szevasz, Dunyuska. Ebbe milyen csúnyán beleálltam. Júj! Já, és ebbe is. Itt most nagyon noob voltam, srácok. A történet végé érdekel roppantól? Nekem már van egy elképzelésem. Szihetetlen, srácok. Na, megint benyeltem a sebzést. Ott a Godly Sword. Ezt elhozzuk. Tök jó egyébként, hogy a ranged sebzéseket, azokat így vissza lehet ütni. A Godly Swordok a legritkábbak egyébként. Kapom már itt a design elemeket. Erre megyünk. Megyünk a kavics fele. Hát, egy biztos, nem állunk jól HP-t illetően. Tényleg lelassul az idő, de király. Köszi szépen amúgy ezt a tippet.
Jó. Mindenki kapta. Jó kis tarókártya. Skipből majd pótoljuk a HP-t. Több dam nappal. Jobb ládák. Legyen a több dam nappal. Ötszekenként projectile-t lövünk ki, ha suhintunk a kardunkkal. Na. Most még van való le, nem mi? Aha, volt. Fekete a coin skillből, mire jó? Mérgez. Én mérgezős tócsát tesz le. Ennyit csinál igazából. Üdv mindenkinek, srácok. Ahó, ahó. Húha. Kopasz meghalt. Cleansing fire. Nem, egyik sem, egyik sem. Ez most így nagyon jó. Ez most így nagyon jó, ami mostan. Mindjárt megmutatom amúgy majd a körzünket. Reni éhezik például. Ajaj, egy csomóan betegek, srácok. Hát lehet, mire meghal, visszaérünk, addigra meghal a szekta. Kétszer százalékos sebzéssel ez a Godly Sword, ez nagyon beteg. Na. Jó. Oké. Azt arat, hogy kapják. Na, wow, milyen koponya! Szia Taki, szevasztok srácok! Na, egy tarot kártya. Ha megtámadnak 10% eséllyel nem kapunk be sebzést. Amit hogyha eltalálnak. Azt a rohadt. Én mindig azt mondom, hogy wow, nagyon komoly a sebzés.
Ja, nagyon durva ez a 200%. Jó étvágyat mindenkinek, így van, mert dél van. Mindjárt megyünk tovább, mindjárt megyünk a bossra. Nem, egyik se kell. Miért nem egy fejebb 200%-nál? Mert patchelték. Pontosabban nerfelték. Vagy balanszolták? Valamelyik. Akik szerették és tetszett nekik, hogy nagyon nagy százalékra fölmegy, azoknak nerf. Amúgy meg balansz, szerintem. Na nézzük. A negyedik bishop. Te még 500%-a is szenvedtél? Aha. Újjaj. Ilyen sáska lett, vagy mi ez? Kaptuk, srácok. Köszi, köszi. Köszi, köszi, srácok. Easy. Ú, de sok csont. Az addokkal nem is foglalkoztam amúgy itt. Megkaptuk az ő trófáját is. Megkaptunk még egy dekort. És most sietni kéne haza, nehogy meghalljanak a követők. Bishop bónusz. One who waits. Na, hát ugye most már nincsenek rajta a láncok, mert mint, hogy mindjárt lejönnek róla a láncok elvileg. Shamura gyenge volt, nem volt bölcs. Itt az idő, hogy kiszabadítsuk őt. És vissza kell adnom a koronát neki. Fel kell áldoznom kettő követőt, hogy erősítsük a kultuszt, hogy erősítsük őt. Szóval, hogy senki sem elég méltó arra, hogy, hogy az ő koronáját, hordja. Rere Phoenix. Ja, azt olvastam, hogy költözést. Hát figyelj, mindjárt vége a hónapnak, úgyhogy jövő hónapban kezdheted előre a költekezést. Jó, tehát hogy igen, még mindig kell neki a korona.
Csak ki használ minket, ez egyértelmű. Koprmaká. Ja, nincs mikrofon, köszi. Szóval, hogy lebetegedtek szegénykék, de már jobban lesznek. Oké, begyűjtöttük a Big Manit. Páran meghaltak, de már jobban vannak, igen. Kell még ilyen kaját csinálnunk. Ne! Egyet odaigyettünk. Janice gyorsan elrántjuk ide. Ah, Janice 30-as szerintetek már? Az egy statisztika volt amúgy, nem, hogy egyik kettő követőt áldoztál fel neki? Komolyan? Azt hittem, hogy annyit kell feláldoznom. Ó. Oh. Akkor köszi. Ja, nem sok áldozás volt. Helyette szájba áldozás volt. Nagyon vallásos a szektánk. Ezek nem akarnak kigyógyulni. Elfogyott a virág. Ez 5. Jézusom, itt mi történik? Dumamano, hát te mindjárt izé. Megrippensz. Sose pihenés. Tehát Adrit most kúráltuk, kisrácok, nem? Na, Mr. White szerint kell WC. Jézusom! What the fuck? What the fuck is a kimerültségbe fog meghalni. Ja, neked nem, ne, te dolgozzál, csak imádj engem. Figyelj csak. Farm, igen.
Csinálunk még aranyrudakat. Meg fát. Ilyen menőfát. Meg tartunk egy misét. Meg osztunk alamizsnát. Ha meghalunk egy kruzéd alatt először, akkor egy követőt fel lehet áldozni, hogy felé legyünk. Hoppá. Ilyet se fogunk csinálni. Hát ez nagyon szuper. Feltámasztást azt akarunk. Na, V-test feltámasztjuk. Aztán csinálunk olyat, hogy... alamizsna a szegényeknek. Igen, megint lett egy unikornisunk, srácok. És ennyi elég is most egyelőre. Mindjárt be lehet kerülni egyébként a szektába újra. Na, Mirmidron. Mirmidon, veled már spanoltunk. Janice-szel is spanoltunk. Janice 30-as. Willivel spanoltunk, szerintetek? Még nem. Na, vétes. Szevasz, Tadeusz, szevasztok, srácok! Veszünk halakat egy pillanat. Csak meg kell nézni, hogy ehhez milyenek kellenek. Jajjaj. Üdvít, srácok. Ha-hú, ha-hú. Na, tehát. Nem megyünk a horgászhoz. Nem horgászunk, csak veszünk tőle kaját. Tehát ebből kéne... egy kevés. Ja, elég nyomva tartani, oké. Oké, aztán ebből kell egy kevés. Jó, és akkor kell nekünk még sárga is. Ja, abban mi van? Akkor ilyen. Ja, szóval nincs horgászat? Lesz majd horgászat. Na. Ebből tudjuk a minőségi kaját csinálni, srácok. Csak nem kéne odaégetnem. Na. Zavaró, hogy ilyen lassan lehet gyűjteni a pénzt, srácok, a szobrokból.
Hát, nyám-nyám. Ja, tényleg még követőink is lehetnének. Megyünk egyet játszani. Tudom, most is azt csináljuk, de itt le kell győzni a teknőst. A nagy ligába belecsapunk. Ha nem emlékeztek, hogy hogy kell ezzel a játékkal játszani, szívesen elmagyarázom. A lényeg az, hogy nekem legyen több pontom, és én fejezzem be hamarabb a játékot. Na hát egy kettessel kezdünk. Ő meg egy hatossal kezdett, milyen érdekes, ugye? Egy ötössel folytatjuk. Na hát, rögtön el is törölte a kettesémet, milyen érdekes. Csak ne legyen ötösem. Milyen érdekes. Milyen érdekes, megint eltörölte a kettesemet. Most már csak azt kéne, hogy az ötösemet töröljen. Csal az AI. Ez nagyon jó lesz, tehát adja a kettest, ő is adja a kettest. Na. Az a gond, hogy neki több kocka van már lent. Na, hatosát elvettük. Hát, nem is tudom. Ide tesszük, hogy elvegyük a hármasát. Ő meg elvette a hatosomat. Amúgy valószínűleg a hármasát kellett volna elvenni. Egyest kaptunk, az komoly. Az komoly. Az karrier, srácok. Na hát most ez az igazi szívás. Ez most iszonyatosan nagy szívás. Tessék. ...67-31-re elvert. Hát még egyszer. Ez egy küldetés amúgy, hogy elverjük őt. Na, tehát akkor egy hatossal kezdünk. Ő egy négyessel. Kettessel folytatjuk, ezt nem tesszük a hatos sorba. Csak a szokásos srácok. Értitek? Egyest kapok. Még egy egyest. Hogyha ezt nem csinálom meg, akkor bukjuk. Nagyon izgalmas, nagyon intenz, srácok. Azta. Csak nézzétek meg, hogy mi van lent. Tehát, hogy 4 darab kettesen van lent. Ja, igen. Ugye? Okay.
Nem tudom, amúgy. Tehát, hogy... Nem tudom. Tehát, hogy... Nem tudom. És erre mit lehet mondani? Már az előzőt is nehéz volt amúgy legyőzni. Egy egyest kaptam. Jönnek a kettesek. Nem szabad ugyanolyat rakni egy sorba. Tényleg? Miért ne szabadna? Ugyanolyat raksz egy sorba, akkor duplázódik az érték. Tessék. 2-3-as rakott, mert 12-ese van. Ez most szívás. Hát így meg pláne szívás. Ugye 3-as kaptam, de a 3-as nem tudom most eltörölni az ő 3-asait. Ez jó lehet, hogyha még kapunk 3-ast. Jó, megpróbáljuk ezt. Nagyon jó. Na, ez most nyer. Ja, de neki lett hamarabb meg. Basszus, ezt elfelejtettem. Ja nem? Én nyertem, srácok. Mert több pontom lett. Akkor jó. Hát akkor... GG easy. Sú-sú-sí, bizony. Nem lesz rematch, nem vagyok gyáva. Elsőre igen. Lassan újra töltődik a fervor. Olyan tarot kártyát kaptunk. Elsőre így van. Túlságosan könnyű volt. Ja. Vannak még küldetéseink szerintetek? Mushroom sculpture-t kell csinálni. Ki kell szabadítani a One Who Waits-et. És kell 10 pénz a Midasnak. Na basszus, mit csinálsz? Meg kell nézni, srácok, hogy hogy állnak a betegeink, meg ne halljanak. Aztán nem megyünk Midashoz. Na, most már csak arra kéne rájönni, hogy mitől betegednek meg az emberek. Ki az, aki beteg, srácok? Nem tudom, de hát, aki szeretne bekerülni most a szektába, hajrá. Felkiáltó egy jegy privát üzenetbe, ezt kell írni a eHunter botra. Ott jelzi, hogy van még egy beteg, de nem tudom, hogy hol van, srácok. Kell még csinálnunk, srácok, ilyen... Ó, fertilizeres siló is jöhet amúgy, ja. Azt egy kicsit arrébb rakjuk. Így.
Hát mondjuk, na mindegy, jó lesz ez így. A hírsátor, de nem mutat senkit. Az a bajom, Péter, hogy nem mutat senkit. Hogy ki lenne beteg. Janice-nek egy új gyóntatás, 31-es szint. Azt mondta, hogy Twitch partner szeretne lenni. Mármint, hogy Twitch partnerekre vágyik, ezt mondta. Bár a zöld pipa az még bármit is jelent. Hát. Na nézzük ki, kik a szerencsések, akik bejutnak a szektába. Mindjárt, srácok. Azt mondja, hogy Edem, te nem voltál már bent? Nem voltál már a szektában? Nekem ez gyanús. Jól van, akkor téged feléleztünk majd. Akik már bent voltak, azok ne nevezzenek, srácok, mert őket még fel tudjuk éleszteni. Na mutatom, hogy mik lehettek, srácok. Mert hogy azért betegednek meg kevés a budi? Lehet amúgy. Van egy olyan küldetésünk, hogy WC-ket kell építeni. Na hát... Dunyuska, mi szeretnél lenni? Itt sok minden van. Hogy döntöm el, hogy kit éleztek fel? Hát így... random. Oké. Okay. Dunyuska Cthulhu lesz. Így akkor jó is vagy, Dunyuska? Így megfelelő vagy? Mert a születés? Na, azt mondja, hogy Dunyuska lassabban hílelődik, hogyha beteg, egy lajhár, tehát lassabban dolgozik is, de hogyha megbetegszik, akkor kapunk fétet. Direkt nem volt facecam, mert éppen az óromat birizgáltam. Kellett a zsebkendő. Úgy folyik az orromot, csak nem. Neked adja? Jól van. Azt mondja, hogy Dunyuska, menjen refine-olni. Viszont azt hittem, hogy több követőnk lesz most. Úgyhogy pillanat, srácok. Veszünk gyorsan. Ott az utolsó kapu. És akkor Dunyuska után még jöhet Leather Taylor. Leather Taylor, te mi szeretnél lenni, hogyha ha nagy leszel? Fekete cicak homlok jelen. Oké. Okay. Na nézzük a perkjeidet. Leather Taylor perkjei. Na nézzük. Gyorsabban gyógyul, viszont nehezebb őt szintezni. Ajaj.
Fekete cica. Ilyennel. Jó. Már meg is született, srácok. Mehetsz imádni. Nincs elég ágy. Komolyan. Nincs mese. Kell új vityiló. Tessék, kettőt is csinálunk. És kell amúgy a szektának WC is, úgyhogy oda is lesz egy. Meg itt is lesz egy. Köszi, köszi. Fel kell ábrédelni egyébként még a sírokat is. Még simán lehetsz gyap-gyap. Most be kell gyűjtenem a jutalmat Mr. White-tól. Mr. White nagyon örül neki, hogy lettek új WC-k. A betegség továbbra sem oldódott meg, úgyhogy ez valószínűleg bug. Ez valószínűleg bug. Köszi Dunyoska, hogy itt voltál, szia, szia. Hát be lehetne gombázni a néped, meg házasságot lehetne kötni. Végül is jöhet a házasság. Na nézzük. Legyen Duma Manó. Kicsit féltékenyek lettek páran, de hát a háremnek, mármint hogy a szektának bővülnie kell. Állítólag. Ezt csak hallottam. Testvérem mesélte. Shaka la payana! Ez már trigámia? Ó, már nem tudom, 4 vagy 5 feleségem van most per pillanat. Miért mi drónlát közben? Willy? Nagyon jó. Duma Manó. Duma Manó itt nyomatja az adakozást. Az igen, milyen boldog, Adri. Ezt már szeretem. Ledöltél róla, már spanoltunk. Dunyuskával szerintem még nem spanoltunk. Sirakával sem. Kell csinálnunk gombás szentét amúgy.
dobás, szentély. De nem is csináltunk ilyen menő tabernákulumot. Mit csinál amúgy a hármas tabernákulum? Több goldot tárolhatunk el? Florian, köszi szépen a raidet, üdv mindenkinek, srácok, mióta csináltatok? Szóval, gombás shrine. Ja, ez kell. Egy pillanat, srácok. Na, kíváncsi vagyok, hogy fog majd tetszeni, Florian. Tényleg, Mógával is mikor beszéltünk? Nem is tudom, hogy hol van. Bányászol? Igen, elvileg azt kéne csinálnod. Igen, Dunyuska. Szervusz, Florian. George. Pétes. Adafak. Na, itt vagy. Csinálunk nagyon minőségi kaját a követőknek. Na, most, hogy este van, elmegyünk gyorsan, fizetünk Midasnak. Meg a gombás emberhez is elmegyünk, jó? Megcsináljuk a küldiket. Pláne, hogyha még dekorok is hiányoznak, akkor pláne jövünk. Aha, onnan már minden megvan. Megcsináltuk. Megcsináltuk Sozónak a gombás szentét. Sozó boldog. Sose volt még ennyi gombája, mint most. Tehát most... teljesen be fog gombázni. Seki időskorba lépett. Na akkor Midas képbe kell mennünk. Így kell? Így kell. Nagy lelkű vagyok, azt mondják. Ő elveszi ennek a donációnak a felét. Most adok nekik 350 pénzt.
Az arany istene megfontolja a felajánlásunkat, jöjjünk vissza 3 napon belül. Hát én most követőt nem akarok feláldozni. Oké, Anchor Deep-ből már megvan akkor minden. Hogy állunk a küldikkel? Na nézzük csak, srácok. Igen, itt lesznek a körzök. Eye of Witness-t oda kell adni Plimbónak. Ezt már is felejtettem. Azt se tudom, hogy ezt az Eye of Plimbót, ezt honnan szereztük. És most akkor lesz neki új hajója. Még 3 ilyen Eye of Witness kell neki? Ja, jól értettem? Igen, igen. Honnan lehet ilyen Eye of Witness szerezni, srácok? Igen, a tarot kártyából is már csak egy hiányzik. Nem boss dobja? Nem emlékszem már. Az valami Sacrified Heart-ot dob, ha jól emlékszem. Jézusom. De szomorú, hogy Shaky már megint megöregedett. Tehát korábbi bosszokat kell legyőzni, aha. Eye of the Tiger-ben lehet craftolni. Haó! Na mit akar, cirkány megy? Szkeptikusok, hát nem tudom, hogy akarunk-e cirkány megy haverjait a szektába. Jó, akarjunk. Őket majd át kell nevelni, srácok. Ők ilyen fura szerzetek, akiket cirkány megy a szektámba akar tudni. Szia, Frózi. Hogy itt jeg arra felé? Az basszus, egy mellé ment. Ja, a lázadók. Jó, sokan lettünk most egyébként. Na, mehet a feltámasztás. Tessék, Edem. Edem benyerte magát. Reméljük, hogy lesz neki hely. Részpadoztatni a kártyád. Hogy mit csinálsz, Frozi? Az mi?
A csókos visszatért, bizony. A nyalizós. Már négy szürke szívünk van. Jenny-szel elbánunk, aztán megyünk. Várjál. Jenny-sznek már nem írja ki a szintjét, srácok. Höhö. Srácok, Jenny-sz bebagoltattuk. 32-es vagy 33-as szintű volt, és sosem nincs szintje. Az komoly. Az kom. Azért még elhívjuk gyontatni, mit szóltak. Ja, nem írja ki a szintjét. Ja, hogy 15 fokkal hűvösebb lesz a videókártyád így. Hmm. Ez jól hangzik, Rózi. Igen, most már konkrétan nem írja ki, hogy hanyas szintű. 60 napja van a szektában, és 80 éves. Komoly. Na jó, menjünk. Na nézzük, srácok, mi vár minket itt? The Gateway. Ne! 20 aktív szektatag kell. Hát erre engem nem készítettek fel, ne haragudjatok. De, mindjárt megcsináljuk, srácok. Mindjárt bekerülhettek a szektába. Az előző nevezők közül kerülhetnek be most, hogyha itt vannak még. Na nézzük. Tehát van nekünk egy tyap-tyapunk. Ha tyap-tyap szeretne bekerülni, persze. És majd mond tyap-tyap, hogy mi szeretnél lenni. Tyap-tyap sokkal lassabban gyógyul. És ha lebetegszik, akkor hitet kapunk. Szeretnél tyap-tyap, megmutatom, hogy mik vannak. Ha nincs itt, akkor újra sorsolunk. Az előbb még itt volt, még barna hód. Na, mondtam én, hogy itt van. Na hát, gratula tyap-tyap a bejutáshoz. Remélem, hogy jól választok. Ha nem jól választok, szóljál nyugodtan. Szia, Seki. Így jó lesz, tyap-tyap? Képzeld, Seki, megjöttél, csak mondom, hogy feltámasztottunk, de már újra a vénkorba léptél. Azt hiszem, amúgy ez a hód. Vagy szerintetek? Ám az süni. Tessék,
van ilyen fejű, ilyen jeles fejű, meg ilyen kis fiatal hód, aminek nincsen borostája. Hát ilyet sem mondhat el mindenki, hogy kétszer öregszik meg. Pedig látod? Még látod, Seki, lassan meghalsz. De hogyha elég gyorsan fejezem be a játékot, akkor nem halsz meg. Na lett egy tyap-tyapunk. Most már ő is a szekta része. Na de ő, tehát hogy tyap-tyapot, hát reedukálni kell. Nem mutatom neked, hogy itt csak Zegz, semmi más. És de ez még mindig nem tetszik neki, tehát tyap-tyapot be kell tenni ide, és néznie kell a sírok, néznie kell a sírokat. Na és van még nekünk egy nicikénk. Micike is azon szerencsések közé tartozik, aki most bejuthat a szektába. Az egyike azoknak, akik utoljára az utolsó turnusba kerülnek be. Üdv, nálunk irány a bőri, igen. De mi szeretnél lenni, Micike? Ez milyen játék, ilyen karaktermenedzserös, vagy itt mit kell csinálni? Két része van. Az egyik egy ilyen lightos oxygen not included, ahol éppen most vagyunk. A másik része pedig ilyen, hát ilyen HD-szos, izsákos, szobaklírelősdi. Egyet kívánatok, az lenne most, hogy ne Ascendálva legyek, hanem temetve. Jó. Második sor első süniféle. Aha, armadilló. És milyen színű armadilló szeretnél lenni? Mondj egy oszlopot, meg egy sort. Van minden. Most nem lezel feláldozva, Seki. Bár szerintem te vagy az utolsó, akit felemeltünk egy magasabb szintre. Első sor utolsó. Még vannak ilyenek, de szerintem te ilyen szeretnél lenni. Nicike nem hallgat a lázadozókra, és beteges, tehát lassabban gyógyul. Amúgy ez az armadilló nagyon aranyos. Hát menj bányászni. Pillanat, srácok, csak be kell gyűjtenem a pénzt. De nagyon sok van. Na, kíváncsi vagyok, hogy itt mi van, srácok. Azt nézzétek, mindenki itt van. Salambakka! Ja. Godly Axe. És akkor csápok. Sérthetetlenség. És itt az ötödik bishop. A The One Who Waits. Ugye azt szeretné, hogy adjam neki oda, adjam neki vissza a koronáját. És akkor végre szabad lesz. Ne, ott van Seki. Ott vannak a követőim. Nem. Elárultuk. Az ő egyik szolgája Bál, mármint hogy Bél. És ő most Móresre tanít minket.
Na, Bill az kapta. És a másik szolgája Aim. És ő le fogja vágni a koronát a fejemről. Azt mondta. Hát ő sokkal bénább volt. Úgy érzem, hogy győzedelmes vagyok, hogy biztonságban vagyok. De hát ugye hozzátartozom. Na hát, kíváncsi vagyok, hogy mit csinál az ötödik bishop. Kíváncsi vagyok, hogy mire képes. Osztorot! Kemény amúgy. Szerintem rajta halni fogunk. Mégsem. Ilyet a Phase 2. Úgy gondolom, hogy az istenek fölött vagyok. Mármint, hogy az isten fölött vagyok. Jesus! Jézus! Jézusom! Jézusom! Na, hát valamire erre nem számítottam. De jó. Egy HP. Fröcskölnek. Egyszernek annyi. Értem! Jézusom. Fröcskölnek.
Azt a rohadt srácok. Ott is van! Ott van, the one who waits. Izgultatok a fél HP miatt? Hát csak a show miatt vittem le fél HP-ra. Köszi, köszi, srácok. Megkíméljük, vagy megöljük, srácok. Én azt mondom, hogy ezt a döntést rátok bízom, mint ahogy azt is rátok bíztam, hogy mi legyen Shakivel, mit szóltak. Mi legyen a sorsa. Élet, halál. Na, várjatok, várjatok. Polt indítottam, tessék. Tessék, tudtak szavazni. Hajrá, hajrá! Miért itt lehet amúgy használni segítő démonokat, srácok? Ezt nem tudtam. Jó kis kakitakarító lesz. Na, döntsétek el, srácok, még van fél percetek szavazni, hogyha jól látom. Elvileg a chat fölött megjelent a szavazás opció. Aha. Eddig 56%-on van az élet, az, hogy megkíméljük. Mármint, hogyha a kontrollerem lefagyott volna. Ja, le tudok választani, jól van. Ott 56%-kal nyert, srácok, az élet. Azt mondta, hogy gyenge vagyok. Szegénynek milyen sebes a szeme, azt nézzétek. Mehet is egyből a börtönbe. Salambakka. Srácok. Ez egy fantasztikus kaland volt. Én úgy gondolom. Kevesebb, mint 20 óra alatt. Kevesebb, mint in-game 100 nap alatt. Egy rakás követővel veletek lehoztuk. Játsszuk ki még egyszer? Hát figyeljetek majd, hogyha jön hozzá magyarítás, akkor elképzelhető. Szerintem a menedzsment része az megy tovább egyébként. Ugyanúgy lehet harcolni... ugyanúgy lehet harcolni egyébként bosszok ellen. Csak annyi, hogy most már ugye mindenkit legyőztünk. Tehát attól, hogy legyőztük a bosszokat, még vissza tudunk menni és harcolhatunk velük. Ott fog megrohadni a bőribe.
és Janice túlélte szint nélkül. Igen, Janice 30 akárhányas szintű, úgyhogy még nem öregedett meg, és nem kellett feltámasztani. De itt van. Mit akar itt? Szerintem Janice amúgy annyira bebagolt, hogy ő még aludni sem megy el. Vagy most megy el aludni? Nézzétek meg, olyan furán viselkedik. Vagy öreg? Én nem tudom most mi van velem. 80 éves továbbra is. Megnézzük a boss karaktert? Aha. The one who waits. Na hát, ugye neki nem is lehet formát választani. Neki csak szint lehet választani. Szeretnétek, hogyha valaki... Immortál? Na menj már! What? Srácok. Most már, tehát ha aki szeretne bekerülni, a menet, a szokásos, azok is nevezhetnek, akik már bent vannak. The one who waits. Tehát, konkrétan immortál, sosem öregszik meg. Jézusom. Halhatatlan feleségnek való neked, igen. Janice babérjaira akar törni. Legyen ő a Yenter? Legyetek ti, srácok, én elég vagyok egy báránynak. Az immortálokra hogy működik az élet, hogy ti? Te többieknek csak nekik nagyobb szenvedés. Megvenném a lehetőséget, hova utaljánk. És mit tud még? Hát ez már ilyen, tehát hogy ha felfogadunk valakit, akkor ő örül és fétet kapunk. Ha megbetegszik, akkor meg fétet bukunk. The one who waits. Mindjárt kiderül, hogy ki lesz a one who waits. Pár másodperc. Még pár másodpercetek van. Ja, amúgy én örülnék neki tényleg, hogyha ez a játékhoz jönne olyan DLC, ami így a menedzsmentet egy kicsit komplexebbé teszi. Nevét át lehet írni? Át, aha. Lajos. Nem is tudtam, hogy ennek egyszer vége is van. Van. Hát figyelj, úgy van vége, ahogy a legtöbb roguelike-nak, hogy igazából megölöd az összes boss-t, megszerzed az összes achievement-et, megszerzed az összes fegyvert. Itt vagyok, srácok. Szóval, hogy roguelike játéknak igazából soha nincs vége. Csak a megszerezhető dolgokat maxolod ki. Ennyi. És a nyertes vadparaszt. A The One Who Waits a szektások között valójában vadparaszt volt mindvégig. Milyen színű szeretnél lenni, vadparaszt? Te választhatod meg az oszlopot és a sort. Kiváló név neki a vadparaszt? The one who waits. Három szeme van? Ja, azt hittem, hogy három szeme van. Van itt sokféle egyébként. A rózsaszín? Jó, rózsaszín. A rózsaszín vadparaszt. Milyen gonosz arcot vágott először? Vadparaszt, el kell menned, hogy imádj. Nincs elég ágy a követőknek, hát ez szíves. Jaja, én nem ledörtél orral akartam beszélni. Sajnos mennem kell, Yenter most lőtte fel a streamet. Igen. Már megy. Kalodába vele? Szeretnétek?
Jó, legyen. De ti akartátok. Hát most mi lettünk az istenek? Most minket imád mindenki. Jól van. Én úgy gondolom, srácok, hogy megvan minden, amit szerettem volna ettől a játéktól. Úgyhogy nyomunk egy mentést, és kilépünk a main menübe. Ez egy jó élmény volt. Ez egy jó élmény volt, és ahogy észrevettem, nektek is jó élmény volt. Tetszett nektek ez a game. Én örülök neki, hogy ezt már régóta figyelemmel követtem, ezt a játékot. A Devolveres játékokat érdemes figyelemmel követni, mert vannak, amik ilyen jól kisülnek. A demóját is nyomtuk, ugye? És már ott tetszett nekem ez a koncepció, bár akkor még ugye nagyon-nagyon keveset tudtunk megtapasztalni belőle. Azzal viszont nem számoltam, hogy ilyen gyorsan vége lesz, Hát ugye úgy osztottam fel nagyjából a játékot, hogy management részét nyomjuk ezerrel, és ott kimaxoltuk magunkat, így a dungeonok azok sokkal könnyebbek lettek, és most így látjátok a mai és a tegnapi streammel együtt, hát pikpak inasba tettük a bossokat. De 79 nap és 21 követővel vitted végig? Nice, Laca. Nice. Mondom, ha még elpimpelgeted, akkor több időt bele lehetne lapáltani. Hogyne. Annyi dekor item van, tehát hogy rengeteg időt lehet foglalkozni azzal, hogy dekoráld a szektádat, mármint hogy a bázisodat, és szerintem nagyon sokan nagyon szépen dekorálják. Akik szeretnek menedzsment játékokkal játszani, azok közül szerintem jó páran vannak, akik imádnak dekorálni is, hát én nem dekoráltam, sorry, de amúgy nagyon szépen ki lehetne díszíteni a bázist. Neked annyira bejött, hogy belekezdtél hardon, a második végjátszás volt, már szenvedős volt a harmadik boss. Ja, én most így hardon nyomtam végig. A másik nehézségben nem mertem belekezdeni, mert az olyan volt, hogy így... Lehet, hogy az úgy szívás lenne streambe, de így a hard nehézség, az így nekem teljesen rendben volt, az így hozzám volt igazítva. New Game Plus nincsen. Nincs, mert ugye ez a játék eleve nagyon sok újrajátszhatóságot rejt, abból kifolyólag, hogy a dungeonok. Tehát, hogy az egy véget nem érő dolog, és nem hiszem, hogy ennek lesz New Game Plus-a. Viszont tényleg, én nagyon várom hozzá a DLC-ket. Ez egy jó móka volt. Imádni való, rég vártam ennyire streamet, mint ezeket. Hát én láttam, hogy ti nagyon-nagyon szeretitek, amikor ezzel játszok, úgyhogy ez öröm volt egyébként nekem is, hogy végre egy játék, aminek a stílusát szeretem. Amikor, nem tudom, hányan emlékeztek közületek arra, amikor megismertem az Oxygen Not Included-et, na hát akkor főleg csak az volt. 2018-ban úgy pergettem az oxigénezést, mint a Tarkovot utána. Brutálisan szerettem, hát az Izsák meg örök kedvenc. Az Izsák megkedvetette velem a roguelite-ok műfaját, úgyhogy ez nekem való volt. Mégis van New Game Plus, mert még egyszer minden bossra kivéve a legvésőt. Ja, csak... Ja, igen. A Clay játékokból sokat merített, több játék artjára hajaz. Igen. Ja. De nem baj. Mármint, hogy így, tehát, hogy nehéz már nagyon-nagyon egyedit alkotni, természetesen, és hogyha jól ollózod össze, jól dobálod bele a főstödbe az alapanyagokat, akkor látjátok, ilyenek születnek. Sajnálom, hogy nem tudtuk egyébként a Twitch integrációval elkezdeni a játékot, amikor
elkezdődött, akkor pont parák voltak vele, és így nem akartam már vegyíteni az egészet. Olyan jók ezek a gémek, csak kár, hogy ritkán jönnek, mondjuk lehet azért ilyen jó. Hát pont azért ilyen jók, mert meglepődik az ember, hogy ilyen is van. Úgyhogy, srácok, én ezt nagyon-nagyon élveztem, és hogyha jön valami content hozzá, vagy valami mod, vagy bármi ilyesmi, ami így izgat, ha a DLC jön hozzá, akkor mindenféleképpen nyomjuk, hogyha meg valami modot találok, akkor meglássuk. Folytatjuk majd, hogyha lesz bármi ilyesmi. És köszi szépen a figyelmet, mert ez egy nagyon jó kaland volt.